Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban el fogom mondani a véleményemet a vasút modellek antikolásával kapcsolatban. Elsősorban a saját tapasztalataimból próbálok meg építkezni, és fontosnak tartom megemlíteni, hogy én nem vagyok profi makettező, akinek a kisújában van az összes antikolási technika, ezért csak lelkes amatőr szintjén próbálgatom egy-egy járművömön a különböző antikolási technikákat, kérlek ezt vegyétek figyelembe a videó nézésekor. A legtöbbünk szerintem a boltból megvásárolt modelleket változatlan formában járatja a terepasztalán, vagy gyönyörködik bennük a vitrínben. Alapvetően egy jól sikerült gyári modellt néha sajnálna is az ember bekoszolni, arról nem is beszélve, hogy egy jó antikoláshoz rengeteg tapasztalat szükségeltetik, és abszolút -e megérthető szerintem, ha valaki nem egy 100 ezer forintos giganton, vagy egy hasonlóan drága másik mozdonyon vagy kocsin szeretne gyakorolni. Ha egy tapasztalt modellezőre bízzuk a munkát, akkor annak pedig meg fogják kérni az árát, ez már egy közepes méretű gyűjteménynél is komoly pluszköltséget jelent. Nem egyszerű így dönteni szerintem. Egy jól sikerült tantikolással viszont szerintem plusz értéket is lehet adni a járműveinknek, és egy kicsit meg lehet törni a steril gyári állapotot, hiszen a legtöbb esetben a kocsik és mozdonyok nagyon rövid ideig pompáznak a főjavítás utáni fényükben abban az állapotban, amit a gyártók jellemzően leképeznek. Ha megnézzük a nagyvasutat, akkor ott is azt látjuk, hogy bizony eléggé változó a járművek állapota. Vannak nagyon koszos kocsik és mozdonyok, és olyanok is, amik alapvetően tiszták. Jellemzően például az IC és EC forgalmú járműveket igyekszenek tisztábban tartani, mint mondjuk a sima mezei személyvonati kocsikat. Mozdonyok közül is általában gyakoribb a szakadt V43-as, mint egy lepukkan teknő vagy trax. Mire akarok kiukadni? Nem feltétlenül kell antikoláskor abban gondolkodni, hogy mindent rommá kell koszolni. Sőt, szerintem sajnos sokak elég rossz példát mutatnak azzal, hogy olyan állapotú modelleket készítenek el, amik a valóságban nem is nagyon léteztek. Persze láttam én is már rongyán lepukkant kafkocsit, de szerintem a terepasztalon nem a tárolóra félretolt fővizsgára váró szerelvényeket akarjuk megjeleníteni, természetesen ha csak nem egy járműjavítót modellezünk. A teherkocsiknál persze más a gyerek fekvése, ott elég széles a spektrum és jellemzőbbek a koszos, néha összegrafitizett, lepukkantabb járművek. Mint említettem, én nem tudok antikolni. Pár kocsin és mozdonyon azonban gyakorolgatok, és azt tapasztaltam, hogy néha a kevesebb bizony több. Egy kis bemosás, hogy kiemeljük a részleteket, némi kosz a szellőzőkön, egy kis grafitpor az áramszedők alá, némi barnás szürkés ködülés alulra, és már is jobban néz ki akár egy Pico 1047-es is, mint a gyári. A kocsiknál sokszor elég egy kis bemosás a tetőn, a szellőzőknél, ajtóknál, egy kis száraz ecset a forgóvázon, alvázon, majd egy kis barnás vasok alulra és felülre, hogy elérjük azt a hatást, amit sokszor a nagy vasúton látunk. Ugye elég gyakori, hogy a kocsiknak csak az oldalát mossák le. Aztán lehet egy-egy durvában kifakult lepukkantabb járművet is készíteni, vagy készítetni, mellé pedig lehet hagyni tisztább kocsikat is, hiszen a valóságban is elég vegyes a kép. Milyen jól mutat egy leposztult V43-as egy szép tiszta rába így szerelvény élén. És nem csak jól mutat, hanem a valóságban is ilyen képet festettek az IC vonatok a 90-es években. A kocsikat akkor még elég szorgosan mosták, a mozdony meg, ami jutott eléjük, nem a festék húzza alapon. De manapság is előfordul olyan, hogy a kocsik úgy néznek ki, mintha most vette volna ki az ember őket a dobozból, a mozdony meg elég viseltes. Szó szóval ami szó, a vasút sokszínű. Ha megfigyeljük és a megfigyeléseink alapján alakítjuk a járműveinket, nagy bajt nem csinálunk. Szerintem fontos, hogy megtaláljuk a nekünk tetsző középutat a gyári steril és a bontásra váró állapotok között. Ha modellezik az ember, akkor szerintem a járművek állapotának a modellezése is hozzá tartozhat a hobbihoz. Nektek mi a véleményetek erről a témáról? A tiszta vagy az antikolt járműveket szeretitek? Írjátok meg a kommentekben. Köszönöm, hogy megnéztetek a videót, további szép napot és jó modellezést mindenkinek!